Komolyan mondom, azt hittem, hogy álmodok. Egy röpke pillanatra. De még mindig itt vagyok. És ez a hóesés még mindig nem állt el. Francia meg, de valonnan pénzt kellene csinálnom. De először el kéne mennem WC-re, szerintem. Még egy toalettem sincs. Bevújok a kukoricásba, azt végzem el a dolgom. Mi nem, mint hogyha bárki is látna. Inkább akkor csináljuk ott. Ez a hó. Ez a kukorica egyébként nem valószínű, hogy ez valamikor is jó lesz, nem igaz? Az meg mi a szarott? Az egy... Az mi az? Az egy WC? Nem hiszem el. Végre egyszer szerencsém lesz. Na. Van itt valaki? Hogy lenne, ugye? Aló? Aló? Van itt valaki? Nem, ez leszarom, mert bennem kell szarni. Na. Jaj, hát itt... WC papír is van. Jó. Hát itt sincs melegebb. Hiába teszem be az ajtót. Nem is tudom, mire számítottam. Az élet apró örömei. Csak lenne melegebb. Lehúzom. Lehúzom. Bele van fagyva a kadába. Víz, nem hiszem el. Na mindegy. Aj, ez a hideg, gyerekek. Ez micsoda. Ó. Körül kellene néznem, hát, hogyha tudnék szerezni valamit, úgymond. Ó, itt egy bicikli is. Mert egy szörnyű állapotban van a babettám jobb. Viszont vannak itt szerszámok. Ajaj. Hát szerintem ilyenkor nem jár ide senki. Ó, üzemanyag. Ez jó. Ez jó tud lenni. Meg itt is vannak hordók, valamelyikben van. Aha, ebben van. Jó. Ott is a bicikli. Létra. Alul létre azt elvihetném. Még egy budi. Ejha. Nem tudom, ezeket el kéne hoznom. Vannak itt jó cuccok, nem? Van itt tüzemanyag. És ebben a kettőben van is. De hát ezt én most így cipelgessem. Hát el kéne jönnöm az a csettegővel. Elhozzuk a pöcskeszörűt, aztán ellopjuk ezeket. Ajaj. Gyorsan, még nem jön senki. Gyorsan, még nem jön senki. Ez az. Induljunk. Nem tudom, ez a hó ez. Gyerekeknek mennyire tesz jót? Körbe kellene mennem. Nem hiszem. Jó. Volt ott lapát is aztán. Tudnék lopni. Tudnék lopni, az nem lenne rossz. Jó. Ott ott lapát ledobhatnám egy kicsit a havat, de... De mondjuk valami pénzt kellene csinálnom, de ezt kihasználom, mert ki tudja, hogy meddig lesznek ott azok a cuccok. Jó, ezeket gyorsan összeszedem. Aztán mindenképpen vágok fát. Jó. Oké. Szépen elmegyünk. Lopni a szomszédtól nem olyan nagy bűn. Hát nem kell az neki. Szerintem ezek itt ki vannak hordva, ezek a kacatok. Nem, ez olyan, mint valami szeméttelep. Vagy valaki itt lakott. Annó, de hát itt nem tudom. Na mindegy. Lopjunk, amit lehet. Ez kellene. Oké. Ennyi. Meg is állítom.
Meg is tankolok majd. Ez az. Szépen. Jó lesz ez, jó lesz ez. Mit lopjunk el? Tyuketető nem kell, lavor nem kell. Ilyen hülyeségek nem kellenek, inkább akkor... Akkor izajt az viszek. Üzemanyagot. Üzemanyag az kell. Meg... Üzemanyag. Oké. Okay. Ebbe is van. Ezt is elviszem. Ebbe is van, ezt is elviszem. Jaj. Ajaj. Ujjjjj. Ez nehéz. Jó. Még megbírjuk. Ezek mik? Vödör. Vödör teleesett hóval. Ez azért jó. Ma tűnj belőle hó. Ezt mondjuk... elvihet, nem? Nem? Hát ez vödör. Vödröket vigyünk. Oh. Tele van hóval. Mondjuk vizet tudnék nyerni, hogyha felolvasztanám. Kéne tüzet raknom. Vannak ám itt jó cuccok? Vannak ám itt jó cuccok? Hopp. Nem is fér föl minden egyszerre? Ezt el kéne még egy kicsit odébb raknom. Na. Jó. Még itt láttam lapátot. Ezt is elviszem, ezt is elviszem. Ne, ezt elviszem. Jó. Minden teleesik hóval. Szörnyű. Oké. Okay. Meg még itt láttam, itt is egy lapát, ez az. Ezt is elviszem. A harmadikat meghagyom. A harmadikat megint el tudok járni WC-re, nem? Azért az eléggé bunkóság, de tényleg ide el tudok járni WC-re. Na másszunk fel a... Öt. Ja. Induljunk. Megvan minden? Jó. Ezeket elrakom magamnak. Nagyon frankó. Oké. Okay. Ne essen. Csak nehogy most jöjjön a szomszéd. Jó van. Pösti gyerek föltalálja magát, ne szorakozzatok, hát nem is sejthetik, hogy én voltam, nem igaz. Ez az nagyon jó lesz, oké. Okay. Na, itt végigmenjük szépen. Sunyiba. Csak nehogy most jöjjön, nehogy most jöjjön. Egyébként ezt a területet tök jó lenne megvenni. Nem? Van rajt már alapban egy ilyen tyukószerű valami. Tyukokat tudnék tartani, ha ezt meg tudnám venni. Össze kellene annyit kubikolnom, hogy tudjak területet venni. Ezt a szomszédtól megvehetném, bár akkor mondjuk... jobb lesz a terület. Erre lelopok róla mindent. Ha? Az alma megoldás. Az alma megoldás. De ezt tényleg itt tudnék tyukokat tartani. Az olyan volt, mint valami tyukor. Nem mint hogyha nagyon sok tyukolat lottam volna a 12. kerületbe, de... De ez tényleg olyan tyukor forma volt. Na, oké. Okay. Ezeket lepakolom. Ez az. Hát kell ilyen körútokat szeret csinálni, aztán összelopok én mindent. Hát nem érdekel engem, ez van. Kell a pénz lóvéra. Ez az. Nem látok semmit. Jó van. Hát ez jó ide kapattam. Na, ebbe vödörbe ki kéne önteni ezt a havat, mert itt... Vagy hó. Burulj. Úgy. Oké. Okay. Okay. Jók lesznek ezek a vödrök, én érzem ezek valamire, jók lesznek. Ugye, egy vödör, kiöntözgetem a havat, meg ide berakom tett fétető alá, hogy ne. Jaj, beleöntöttem a platóba szerintem. Mindegy, majd kibillentjük. Jaj. Itt meg ugye, ide meg ide kaszáltam, azt véletlenül megmártottam. De jók ezek a vödrök, mert mindent te tudok bent cipelgetni. Hát mennyi van benne, fűj van benne. Sok benne a fűj. Jó van, ott brad meg benne a fű, úgy látom. Nincsen kedvem ezzel vasződni most. Ebben meg a... Majd elolvad a hó, nem? Gondolom. Babsz, itt van, jó. Van három vödrünk. Van üzemanyagos kannánk, ezzel majd meg tudok tankolni. Mennyi hó van, úristen, ma a platóba is. Nagyon szakad a hó, nem szeretem ezt. Oké, ezt is. Ezeket ide pakoljuk, aztán akkor már is vagyonunk van! De nézzetek, mennyi izé. Lapát is van, dobjuk le a lapátokat, úgy. Itt a kaszánk is. Hát gyűlik a kis vagyonunk. Igaz, hogy ezzel nem megyünk el bucsúba. De legalább meg tudunk tankolni, meg el tudunk menni a putra, esetleg hozzunk üzemanyagot. A bavettával tudnánk menni.
aztán hoznánk üzemanyagot. Jó van, egyelőre akkor ennyit összelámoltam. Aztán azt beszéltem én itt magamba, hogy akkor ki kéne dönteni valami fát, ami pénzt tudnánk csinálni. Néztem a térképen, arra van valamerre a fatelep, hát te kevernyelünk arra. Ezt ki kéne borítanom, mert itt ez nem lesz nekem jó. Hogy tűnjön-e belőle, oké. Okay. Nem, a havat vigyem én itt magamba. Oké, okay. Nézzük valami fát. Igaz még fát, ott azt a nagy fenyőfát kinéztük magunknak, nem? Igaz még sose döntöttem fát. De megpróbálom, hajtsuk már le ezt az izét. Itt van valahol nálam. Próbálhatnám. Öreg apám régi fürész híve. Menjél! Hasítsd! A életem első fája, amit kidöntöttem, de szupi. Jaj, le kéne valahogy ágazgatnom. Sok ágat etüntetni róla. Úgy. Itt is végig. Fölvágom. Azt a... Jaj, ne! Rádöntöttem, úristen! Rádöntöttem a... Jaj, majdnem a házról levertem a cserepeket. Rádöntöttem a gépre is, leágazom, aztán megnézem, hogy mi történik. Leszedem az ágát, az biztos nem büszik meg. Épp állíthatnák karácsonyfát, nem is tudom. Jaj, Istenem, csak le ne essek, elvágom a nyakamat. Életemben nem csináltam ilyet. Na, vágja le. Ebben nem kell üzemanyag? A karácsonyfa. Azt a betyár. Levágom a hegyit. Kéne vágnom a hegyit. Azt a téletbe. Jó. Elvágom itt, hogy ki tudjak járni alóla. Ez nagyon... Szépen el kéne okosan. Ezt meg kéne raknom. Akkora hosszúba kellene várnom, hogy felférjen a platóra. Nem? Ezt vagy tudom megcsinálni. Jó van, leesett. Azt, ez meg... Ez jó van, oké. Okay. Rendben. Még rajt maradt egy ára. Én látom rossz. Elvágom ilyen hosszúra, hogy a platóra fölférjen. Elbírom ezt én? Prossebb, enye meg ezt a munkát. De legalább ezzel meggazdagszok. Hát olyan túl sok fa nincs a birtokomon. Nem tudom, mennyit fognak fizetni ezért a fatelepen. Remélem busás jutalom jár. Azt a... Ez nehéz, ezt még nem bírom el. Próbálom elvágni valahol. Ezt a füvet is lekaszálhatnám, nem látok semmit, ugye? Szörnyű. Ezért egy segítsége jobb lenne. Kár, hogy nem ismerek erre senkit. Lengyelbe. Ó, basszus, ez nagyon nehéz. Hát azért... Nem nagyon tudom még behatárolni, hogy melyik... Milyen súlyút tudok én elbírni. Ez az... Jó van, oké. Ez az... Mennyit rakjak rá? Elég lesz ezzel szerintetek? Meggazdag szokva. Ó, csak tudnám kihez beszélek folyamatosan. Mint ahogy kezdek megzavarodni, komolyan mondom. Jöhet? Ez is jöhet. Ez már vékonyabb. Hoppá! Oh. Kemény gyerek vagyok, nem véletlenül gyúrtam én. Jártam az XXL-be. Csak nem kell volna annyit piálni hétvégente. Aztán akkor lehet, hogy jobban bírnám ezt a fizikai munkát is, mi? Mennyit tudok én rárakni erre? Ó, gyere pakolom szépen. Azaz. Magasító kéne. Akkor több ráférne, nem? Ezt még. Ezek már vékonyak. Jó. Úgy. Azaz. Azaz.
az. Ó, de jó. Hát nem is olyan rossz ez a munka, egész jó bírom. Szeretem. Ezt ide a végébe be kellene raknom. Azaz, azaz. Ez a végén még föl tudom pakolni ezt mind. Ho. Ez az csak lábamra, ne? Ne olyan lábamra, jó van. Levágom, akkor ma. Jó van, oké. Hát nem tudom, hogy ezt fel tudom-e mindet vinni. Hát, el kéne. Föl kéne pakolnom mindet, minél nagyobb pénzt kapjak érte. Azaz. Nehogy rábamra ejtsem. Ó, de jó. Ó, mint a profik! Mint a profik. Ó, elhagyjuk a kis pályát, megmondtam én. Mindenkire fölnyújtanom el. Ahogy. Ha meg gazdagodás, felemegyek. Öreg apám, nem tudom miért nem vágta ki ezeket a fákat. Tudhatta volna, hogy ebből lesz a nagy pénz. A végén még meg lesz az a gamerci. Érzem. Tudjátok mit? Na durva. Mert nem vágyok vissza a városba. Ezt egyáltalán nem tudom megérteni, hogy miért nem vágyok, miért nem jut eszembe a város egyáltalán. Tök jó. Tök jó, el vagyok. Meg kellene ismerkednem itt a szomszédokkal, mondjuk lehet, hogy nem az után, mint sikerült kirabolnom. Jó, hát biztos nem hiányzik neki. Olyan buzsúlyok laknak erre, láttam a házakat. Én vagyok itt a tábla vegere ezekhez képest. Oda nézi. Oda nézi. Hát, elég csufú áll. Elég csufú áll. Csufú áll. Úgy. Jó, ami mond. Jó. Látod? A hülyeség. Imádom. Tetszik, csak ne esne a hó. Meg most úgy kisütött a nap is, most úgy egész kellemes. Ezt így úgy kedvelem. Jó vastagokat rakok, aztán ez az. Hát akkor nem is tudom, mire költsem a pénzt, ezt a, amit fogok kapni ezért. De valamit kitalálok. Valamit kitalálunk, hogy mire költsük-e. Ezzel a kukoricával lehetne valamit csinálni. Azon gondolkoztam, hogy le kéne kaszálnom kézzel, aztán elültetni. Kéne magot hoznom, aztán kézzel levetem én. Jó, van, nincsen gépem, meg semmi, de hát lemegyek a városba, hozok magot. Esetleg. Hopp, ezt a picit inkább le. Lemegyek a városba hozni magot, azt kézzel elvetném. Nem tudom, hogy mikor kell vetni. Ezt majd meg kéne néznem az interneten. De biztos nem télen. Télen? Télen kéne vetni, mert akkor meg nyáron kirő, nem? Hogy ez hogy működik? Na, én azt hiszem, hogy erről ennél többet nem merek rárakni. Ó, igen, a mohóság, jó van, aki nem rakunk rá. Jaj, Istenem, leestek! Na, várjál. Újra tábla. Ezt a kettőt felrakjuk. Úgy. Aztán Isten áldjon. Kalap, kabát. Jaj. Oké, ez az. Ahogy lekössi. Leköti. Lekötöttük. Lesparisztam. Ez az. Ha oda még meheted volna, de legalább belátok arra. Imádom. Össze kéne szednem a maradék fát. Humbon. Ez a nagy csekmette kéne csinálnom valamit. Nagyon nem tetszik, hogy így össze-vissza van minden. Azt, ez nehéz volt. Hát majdnem meghúztam a derekamat. Mi volt ez? Jó van. Ezt kidobálom, aztán legalább látom, hogy mi a szitu. Hogy mennyi van még. Jó van. Ide rakom a fal mellé. Azt a betyár. Erre le is tudok ülni, ha úgy van, nem igaz? Magamnak is kéne tüzet raknom, mert meg fogok fagyni. Egy éjszakát kibírtam még ott, de ha megfázok, akkor nem lesz jó. Ide ledobáljuk. Ezt majd akkor a következő turnusba elvisszük. Csak enne lopja a szomszéd. Jaj, a kaput zárom. Mert itt olyan ember, hogy föl kéne hoznom, hogyha esetleg látom a szomszédot, majd én fölöbom ezt a témát, hogy hát nem-e tud róla valamit, hogy itt lopják a dolgokat. Hát egy őrület. Nekem is ellopták a valamimet. Na, meg vagyunk, nincs több. Talán volna még valami vékon, nem? Nem. Ennyi volt. Hát nem sok fagyült ki belül. Jó van akkor. Próbálkozzunk meg. Ez eléggé csáli. Na. Eléggé csáli. Ha fölül, akkor baj lesz.
Jaj, inkább tolatok. Pedig ezeket még a fákat jó lett volna fedobni rá. Nem baj, így elálltak legalább. Ez a hó, ez nem biztató. Erre elvileg valamára arra néztem én az internetet interneten lefekvés előtt, hogy arra valamára arra van a fűrésztelep. Talán most már át is veszik, mert a bálával, vagy a szalmával nem igen gazdagodtunk meg. Mi van? Igen. Azt a vált. Hát elmegyek ott a fődön. Nem látok semmit. Jaj Istenem. Jaj. Jaj Istenem. Ez nem tetszik. Nem jó. Aj, kézzük fel. Nem jó. Hát nem fogok látni semmit. Egy kicsit meg kell bazsaválnom itt a dolgokat. Ez gyűjjön ki teljesen a szélire. Oh yeah. Próbáljuk meg így. Hát. Nem sok mindent nyertünk vele. Na. Hogy látok, így középen látok, jó. Hát ez ki az a hülye, aki kitalálta, hogy elő van a plató? Hát micsoda jármű ez? Jó, nem baj. Itt az út, az a lényeg, meg vagyunk az úton. Telefonom lemerült, nem tudom megnézni a GPS-t. Azt sem tudom, hogy fogom fötőteni. Valami action-t kéne szerezni, vagy aggregátor. Ó, de sok mindenre kellene a pénz. Fú, de hideg van. Az önök ott lenne arra lefelé valamerre. Ez meg micsoda? Napraforgó. Szotyi! Ajaj. Meg kell néznem erre. Erre? Micsoda hófalag vannak itt. Te Máriám. Ez valami útnak nézzem. Nem valami utak nézem, utak tűnik. Jó van. Lassan majd tankolunk, majd beleöntünk egy kanna üzemanyagot. Ez aszfaltos út. Csak nem igen látszik. Itt is a KPM az nem igen van a helyzet magasodán. Nem ez a fotele? Ez elég közel lenne, jó lenne. Nem tudom. Lehet, hogy ez a fotele. Meglássuk. Úgy néz ez ki valami létesítmény. Kutyák remélem nincsenek. Mi ez? Portálhoz jöttük? Nagyon Isten. Egyre következő. Jaj, egyre nagyobb a hó. Nem tolják. Egyre odébra rak. Édes Istenem. Talán majd tavasszal fölülnek a hegyre az emberek, aztán jobban találkozok velük. Már így eléggé szomorú, hogy csak egyedül vagyok itt, mint a Hargitán az Ábel. Mi arra balra kell menni még? Hát ott meg micsoda mocsárvilág van. Azt a betyárul Istenit. Aha. Meg is volnánk, úgy érzem. Itt azért elolvadt. Talán fedette a fejem, védette a fejem vagyunk. Na, megjöttünk a fűrésztelepre. Na, jó, meg egy szóra, megnézzük, mi történik itt. Ah, mi ez? Hát valahogy van itt valaki, halló? Aha. Hova kell raknom a fát? Ha hogyan megy az utalásra kapom a pénzt, vagy az ide a varkomba? Máriam. Itt senki nincsen, télen. Lehet, hogy utalás sem. Mi van, kamerarendszer? Vagy mi történik itt? Hát az szerintem, hova tegyem a fát le? Leszórom valahova nekik, aztán adjál neki, mi? Látom, kalodásfát is csinálnak ezek. Hát ezek olyanok, mint a tesók magyarban. Jaj, Dikaz! Halló vagytok, gyerekek? Nem is értenék, mit mondok, hiszen lengyelek, mi? Hát oda megpróbálom, nem? Hova rakhatom a fát? Hol a fa főrök? De oda burítom, aztán nem oda kell. Itt a gatten. Nem tudom, már nem vagyok elengedni képbe, úgy látom.
Arra megpróbálom, oda ledobom. Na. Na mi van? Halló! Na jó, van azt a videkő lehet dobni. Meg is jött az utalás! Hajd igaz, ha gazdagok vagyunk! 1600 euró, jaj, bore! Hát nagyon örülök neki! Jaj, jó van. Meg kéne tankolnom ezt a kotlát, aztán esetleg még a maradék fát le kéne lehoznom. Meg azon gondolkozok, hogy le kéne dobnom a havat. Meg le kéne kaszálnom a izét, kukoricát. A kukoricát kéne lekaszálni, az lenne jó. Mi az nem sár, ez az volt. Jó van. Ja, a kukoricát kéne lekaszálnom. Merre kell mennem? Ez egy borzalom ez a... tél. Magyarországon egy 3 év alatt nincs egy hó. Itt őrület. Jó, nincs messze a fatelep. Úgyhogy ez nekünk nagyon-nagyon tökéletes. Nincs messze. Szomszéd fáját ellopjuk. Az lenne a legtisztább. Oh. Egyébként olyan kis szép helyen lakunk. Ott van a kis kunyhó. Helyük tetszik. A város fölött ugye. Nagyon jó. Nekem tetszik ez az egész. Valahogy jól érzem magam itt falun. Meg ráadásul lengyelbe. Ganét. A ganét nem tudom innen adni. A gané mondjuk jó lenne trágyázni, ugye? Azzal szokták trágyázni, akkor jobban nő a minden. Ez még kevés fa lenne. Azt nem tudom, hogy mit vegyek utána. Na, hozok egy kanna üzemanyagot. Nem tudom, hol van ennek a betöltőnyílás. Hozzunk egy kannával. Na. Jó. Megnézzük. Hol van ennek a betöltőnyílás? A komolyabb adom. Hát a őrület. Valahol itt. Na, mindjárt megnézem felület. Ah, megvan, jó van. Na jó. Jó van. Sikerült. Még maradt is benne egy kicsi. Jó, de nagyon jó. Oké. Okay. Így van. Nagyon örülök neki. Te, nagyon örülök neki. Komolyan mondom, egész jól érzem magam, egész jól haladunk. Majd a városba le kéne menni, aztán kellene valami eszközt venni. Ja, izét kéne vennem. Amit mondtam, hogy apa. Zsákokat kellene vennem. Vetőmagot, valamivel el kéne vetnem azt a földet. Utána kéne néznem, majd az interneten utána nézzük, hogy mikor kéne vetnem. Átböngészük az internetet. Szerintem akkor... hát azt nem tudom, hogy kéne a kukoricát. Nem igazán vagyok tisztában vele. Megnézem azt a kukoricát. Ezt szerintem le kéne kaszálni. Másik öregapám is TSZ elnök volt, ugye? Az meg új lakon. Mamám szokott róla mesélni, hogy ezt hogy csinálják, valami szártépőt szokott, meg MTZ-t, meg ilyeneket szokott emlegetni. De nekem semmi nincsen. Ezt szerintem le kellene kaszálnom. Aztán utána meg kéne kapálni, aztán beleszórni a magot. Beleütetni a magot. Aztán kinőne, abból lennék én gazdag. Attól lennék én gazdag. Egyébként egy fügyirót kell vennem. Esküszöm... esküszöm, egy fügyíró lesz a következő. Esküszöm, az legelső ebből a fapénzből, mert rájöttem. Jó, rájöttem ebből a fapénzből, egy fügyírót fogok vörni. Mert ez így nem jó, ez így nem megy. Az is lesz. Ezt a fát te visszük, azt veszek egy fügyírót. Én nem fogok én itt izélni. Ekkora gazba meg kézik a száva. Köl nekem egy fügyíró. Letologatom videó, hát mi ez a izé reterált? Úgy néz ki ez a izé. A birodalma, mint a... nem is tudom kik, de... télen füvet nyírni, nem igaz? Nem az. Most már tudjuk, merre kell menni. Meghajtsuk a szekeret, te! Na mit tud ez? Jó van. Meghajtsuk a szekeret. Ez az. Eladom, aztán fügyírót fogok... Elmegyek a városba. Leszek egy fügyírót. Lemegyünk a korréba, aztán felrakjuk rá. Hozzá. Le tudom spanizni is. Hát jó lesz az a... aztán letolom, körbe lenyírom, egy kicsit legyen rendezett a körülménye.
Egyébként arra gondoltam, hogy vlogolhatnám. Vannak ilyen vlogosok, aztán YouTube-ra rakjak fel. A telefonommal tudnék videót csinálni, hogy éppen mit csinálok. Aztán azt meg föltölteném. Aztán akkor meg lehet, hogy akik nézik, de tudnának kommentelni. És akkor én tudnék segítséget kérni. Na, ez nem hülyeség. Ez nem hülyeség. Nem hülyeség ez. Azt kellene, hogy igen, csinál. Van nekem egy YouTube csatornám, ugye, ami szoktam nézni YouTube videókat. Na, mindjárt kitalálom ám én ezt. Na, már ki is lesz ez találva, hát nem. Én már komolyabb oldalom. Ez most jó lesz. Ó. Igen, érjek haza. Más a terv, megvan minden. Kitaláltam. Más a terv. Mert ez így nekem nem lesz jó. Nem iratkoznak fel emberek, ha? Eladom ezt is. Gazsiknek eladjuk, hehehe. Hát ezek olyanok, térülök, fordulok, már is tettem. Jaj, jó van. 300 pénzünk volt, mikor ide értünk, és 2200-ban megjött az utalás. Nagyobb pénzem, nem olyan rossz lehet keresni itt a falun. Jó, viszont akkor hazamegyek, aztán akkor csinálok egy vlogot, csinálok egy vlog videót, a legelső videómat. És remélem, hogy valaki fogja látni magyarba. Azt akkor tudok tippelni, fogalmam sincs például, hogy hogyan kell ezt lekaszálni, vagy mit csináljak. Vagy talán tényleg ők, a nézők majd fogják ezt látni. Hopp, rossz felé megyek-e? Na, hazamegyek, aztán én azt csinálok is egy videót, megmutatom, hogy hol lakok, meg ilyesmi. Valami jó beköszönést kellene kitalálnom. Hú, tök jó, videózni fogok. Álljatok. Jó, legalább nem magamba beszélek, nem? Valami jó köszönés, várjál, mit legyen? Mi lenne jó? Ezzel gondolkodom, valami, ki kéne találni valami jó beköszönést, meg valami jó szlogent. Ha, oké. Hú, tök jó. Ez nem is hülyeség. Lehet, hogy abból is jönne be egy kis pénz, aztán akkor nem csak a gazdálkodásból. Jaj. Vagy annyira izgulok, most félrejárom. Jaj, megállítom. Annyira... Rattul izgulok. Na. Hol kezdjem, ha várja, hol a telefonom? Na. Oké. Így megmutatok mindent majd mindjárt. Így. Na, kezdjük. Ó. De mi legyen a beköszönés? Sanyi vagyok, sziasztok. Ez hülyeség. Traktor ki... Csácsovics csőtészta? Hát ez mekkora hülyeség. Olyat csak a buzik mondanak, hogy Csácsovics csőtészta, csokoládés traktorkerék. Mondjuk annyira nem hangzik rosszul, de te kicsit olyan hülye hangzik. Na mindegy. Na, vegyük fel a videót. Oké. Na. Jó. Hol van a izé? Fölvétel gomb. 1, 2. Jó. Induljon. Csácsovics csőtészta, csokoládés traktorkerék. Sziasztok! Sanyi vagyok, ez a legelső videó. Nem is tudom, hol kezdjem beszélni magamról, hogy én itt Lengyelországban lakom. A nagyapámtól örököltem egy ilyen kis földterületet, azt hittem, hogy nagy örökségem lesz, és képzeljétek, nem, meg is mutatom, gyertek velem, nyomjatok egy lájkot, meg egy feliratkozást, hogyha esetleg látjátok ezt a videót. Na, én ezt a földterületet örököltem, ide jöttem, itt Lengyelországban vagyunk. Sajnos rájöttem, hogy nem gazdagodtam meg ebből a pénzből. Fú, ne haragudjatok, egy kicsit összeszedetlen vagyok. Nekem nagyon új ez a videózás dolog. Na, azt akarom mondani, aztán... Ja, igen, itt Lengyelbe élek most. Igazából 2 napja, és megmondom őszintén, kezdem hiányozni a városi létet. Ugye budapesti voltam, aztán igen, hát sajnos rá kellett döbbenem, hogy a nagyapám legyen a nagyapám, akitől örököltem, az nem volt gazdag. Igazából nem volt más neki, mint egy babettája, egy biciklije,
Meg egy ilyen, meg egy ilyen kis viskó. Ja, meg ide volt már készítve, ez itt volt már, ezek a ja, vödör, meg lapát, meg üzemanyag, ezek itt voltak már, ő hagyta itt őket. Aztán, ja, ennyi. Eddig próbálok pénzt csinálni, ide bepakoltam a szalvákat, azért meg kim voltak, azok voltak már itt. És, hogy ne ázzanak meg, erre ezt találtam ki. Meg itt kivágtam egy fát, abból csináltam egy kis pénzt. Eddig ezt csináltam, meg azt nem tudom, hogy azért is csinálom ezeket a vlogokat, hogy esetleg, hogyha tudjátok, hogy ez a kukorica. Ezzel tudok valamit csinálni, olyan kis sotnyán néz ki. Meg nem tudom, hogy mivel tudnék, mert igazából most már kezdem megszokni ezt a körülményeket, és akkor itt maradnék, és lehet, hogy akkor így próbálnék gazdálkodni, csak nem nagyon értek a gazdálkodáshoz, aztán adhatnátok ötleteket, hogy igazából ez ami van meg ebből a kis euróban, mit érdemes csinálnom. Én először arra gondoltam, hogy lenyírnám a füvet, mert úgy sokkal jobban érezném magam, hogy egy kicsit rendbe tennénk itt a környezetet, meg esetleg a fákat eladnám, és akkor lenne a jobb pénz. De viszont szeretném elvetni ezt a földet, aztán akkor úgy tök jó lenne, hogy kis buzám itt növekedne, aztán azt meg lehet, hogy el tudnám adni. Ja, ezeket gondolkoztam. Nem akarom hosszúra a videót, meg ez de tök tényleg nagyon új nekem, úgyhogy igazából köszönöm a figyelmet. Aztán írjatok kommentet, meg nyomjatok egy lájkot, meg feliratkozást, mert nagyon elveszett vagyok itt, legyen be. Na, sziasztok, csácsomi!